Együttműködő partnerünk proserver.hu, fényképes ajándéktárgyak.hu. Acer, BenQ. No, kérem szépen, miért egy egér, nézz oda? Ha-ha. Köszöntök mindenkit, a Restartot látjátok, informatikai segítség nyújtó műsorunk élő adása. Szokás szerint hétköznaponként 5 és 6 óra között, pénteken ugye Marcival kiegészülve extrában foglaljuk össze a hét eseményeit, a hét többi napján. Én igyekszem nektek itt a legfrissebb IT-s újdonságokkal szolgálni, és persze a kérdéseket, problémákat is igyekszünk megoldani. Vannak elérhetőségeink, a képernyő alsó részén lehet ezeket olvasni, de azért el is mondom őket, ugye így Ildomos itt a műsor elején, van egy telefonszámunk 44 51 349, ez még egyébként valamilyen szinten ilyen dallamosan is lehet mondani, tehát a 44 51 349, igen, budapesti szám, tehát 061-es körzetet tessék elé tárcsázni, hogyha hívtok bennünket, hívjatok, alapdíjas szám, tehát semmilyen többletköltséget senki számára nem jelent. Ugyanígy van ez a Skype-al is, ami még csak ekkora költséget sem jelent, hiszen van internetes előfizetésetek bármilyen úton, módon, akkor a Skype segítségével a világ bármely pontjáról tudtok nekünk csörögni. tv.fixhd, ez az elérhetőségünk a Skype-on keresztül, egy webkamera segítségével, akár videóhívás formájában is bele tudtok szólni a műsorban, tegyétek így. Fenn vagyunk a Facebookon is, facebook.com/fixhd, lehet lájkolni bennünket, sok-sok érdekesség szokott lenni az oldalon. Általában itt a műsorhoz való hozzászólás lehetősége is ott van, tehát várjuk a hozzászólásokat, az üzenőfalunkra nyugodtan írjatok, ha probléma van, vagy szeretnétek velünk valamilyen hírt, vagy fontos dolgot megosztani. És érdemes látogatni az oldalunkat, márhogy a Facebook oldalunkat is, mert időnként nyereményjátékkal is szolgálunk a lájkolók számára. Nem sokára lesz megint nyereményjátékunk, úgyhogy mindenképpen tessék lájkolni. Van egy saját oldalam is, ide is várom a lájkokat, ez a facebook.com/vendifix, mondhatni rajongói oldal, úgyhogy aki rajong, az rajongjon és lájkoljon is, oké? Okay? Na, weboldalunk is van, www.fixtv.hu vagy fixhd.tv, mind a kettő cím működik. Ez a televíziónk hivatalos weboldala. Itt ugye eléritek a videótárunkat, ahol visszanézhetőek a műsorok, sőt az élőadást is lehet figyelemmel kísérni, különböző minőségekben, HD-ben és SD-ben is, sőt mobilon is, ott pedig az m.fixhd.tv-s címet kell a mobil böngészőbe beírni, és már is a megfelelő ikonra, vagy az Androidra, vagy az Almára kattintva már is nézhető a televízió műsora élőben. Oké? Úgyhogy senki semmiről nem marad le. Aki igen, az majd a videótárból pótolja hiányosságokat. Nos, hát kérem szépen, a hétvégén itt nagyon sok érdekes dolog történt. Szabadalmi perek elindultak 2013-ban is. Méghozzá olyan dolgok történtek, amit az ember így nem is tudom. Tehát én amikor olvastam, akkor gyakorlatilag, hát most a csúnya szóval élnék, de hát nem ez a műsor az, akkor mondhatnám, hogy magamhoz nyúltam, de hát igazából végül is mondhatom, ebben még semmi csúnya nincsen. Kérem szépen, a következőt gondolta, hát melyik cég is gondolhatná ezt, mint az Almás cég, hogy ő már megint mindent megengedhet magának, az Android ötletét akarja szabadalmaztatni és levédetni magának. Tehát egy olyan ötletet, amit nem is ő talált ki, de ő majd ő levédeti magának. Az, hogy az Apple néha teljesen kézenfekvő ötleteket, mint például a lekerekített sarkú téglalap védle találmányként, vagy hogy valójában mások által kitalált ötleteket prezentál sajátjaként, ez nem igazán hangozhat meglepetésként és újdonságként senki számára. Az azonban, hogy a két dolog kombinációja, a vállalkozás, azaz, tehát hogy erre vállalkoznak, hogy most ezt próbálják levédetni, azaz mások által kitalált dolgokat próbáljon meg saját szabadalomként levédetni, hát ez még tőle is szokatlannak tűnik. Márpedig állítólagosan pontosan ez történt a napokban, amikor is a cupertinoi vállalkozás egy új szabadalmi kérelmet nyújtott be, amelyben iOS rendszerének értesítés kezelő rendszerét próbálja meg levédetni. Bár tény, hogy a megoldást az Apple évek által alkalmazza termékeiben értesítési központ, vagyis Notification Center néven, vélhetően kevesen vitatják, hogy utóbbi nem képez mást, mint először a Google által az Androidba bevezetett értesítési rendszer
rendszer egy kései másolatát. Ugye itt, aki nem tudná, miről beszélünk, az az, amikor felülről lehúzzuk a képernyőt, és akkor gyakorlatilag ott vannak a különböző notification-ek, ugye ezt vagy hát értesítések, ez az Androidban notification bar-nak hívják azt a területet, amit ugye így le lehet mozgatni. Hát ez ugyanez megtalálható egyébként az iOS-ben is. Screenshotot is tudunk mutatni, csak hogyha valaki nem tudná, miről van szó, akkor valahogy így néz ki, ugye? Tehát, hogy fölülről le lehet mozgatni ezt a notification-t gyakorlatilag, illetve annyiban kiegészül ez egyébként az Apple-nél, hogy ha pihentető képernyőn vagy, akkor magától kiteszi ezeket a notification-öket, tehát nem kell lehúzni, egy 3-4 darabot, mint ahogy itt látszott a képen is, ki tud alapból tenni. Az eset érdekessége, hogy az ötlet levédésére a Google már 2009-ben benyújtotta a szabadalmi kérelmet, ugye hát saját magának, amelyet azonban még eddig nem ítélt meg a cég részére a bíróság, illetve az is igaz, hogy a Samsung is beperelte az Apple-t a Dél-Koreában, amiért véleménye szerint az ő egyik korábbi szabadalmát is megsérti az utóbbi Notification Center megoldása. Tehát nem csak a Google perel, mint globális Android és Android vs. iOS vagy Apple, hanem gyakorlatilag maga Samsung is ugyanezt megteszi. Ez azonban a jelek szerint nem tartotta vissza attól az almás vállalkozást, hogy ő maga is megpróbálja az ötletet levédeni, ami ha sikerül neki, az nem lenne példa nélkül álló történet, sem maga a cég, sem a szabadalmak történetében. Ugye hát láthattuk, hogy milyen, hát ha egy lekerekített sarkú téglalapot, mint úgy geometriai formát le lehet védetni, és ez sikerült neki, akkor gyakorlatilag bármi lehetséges. Az már egy más kérdés, hogy ugye, hát a 2013 is én úgy látom, tehát nagyon úgy néz ki, hogy a szabadalmi pereknek az éve lesz. Ugye ez tavaly nyáron való elindult, azt hiszem vérszemet kapott, mondhatjuk nyugodtan jogosan ezt az Apple-ről, hogy vérszemet kapott azon, hogy ugye $1 milliárd sikerült kártéríteni a Samsungot, illetve a Samsung kártérítette gyakorlatilag az Apple-t. Hát most úgy néz ki, hogy akkor hát ez egy jó biznisznek tűnik, ha ilyen milliárdokat lehet szabadalmi perekkel keresni, akkor most mindent levédetünk. Úgyhogy így néz ki a dolog. Nincs ezzel gond, lehet védetni, csak azért másnak a dolgát levédetni. Tudjátok, van egy ilyen, sajnos van egy ilyen a kitétel a szabadalmak, illetve a különböző jogvédő törvényben, és ez világszerte mindenhol így van, hogy gyakorlatilag nincs új a nap alatt, tehát ha valaki kitalál valamit, és ezt nem védeti le, akkor bukta, mert ha más meg levédeti, akkor gyakorlatilag, mivel nem volt levédve, akkor ez innentől kezdve az övé, legalábbis ami szabadalmat illeti, illetve egy pici kis változás is, tehát egy icipicit kis módosítás is van azon az adott levédendő tartalmon, tök mindegy, már le lehet egy teljesen más szabadalomra védeni. Tehát igazából ez egy eléggé macskaegér harc, hát majd meglátjuk, hogy ebből hogy jön neki a vállalatok. Én addig ezzel nincs semmi probléma, amíg hozzák a színvonalat, és az előfizetők, illetve hát a felhasználók, azok élvezik a szolgáltatásokat, addig nincs gond, csak ne erről szóljon szerintem ez az egész. Én így gondolom. Érdekes minden esetre a dolog, de nem szokatlan, ugye ezt már megszokhattuk gyakorlatilag az Apple-től. Aztán majd mondok én még egy-két dolgot, mert van itt még szintén szabadalommal kapcsolatos történet. Méghozzá mindegy, majd megkeresem, de a Samsungnak is van valami kis problémája ugye a Google-lel, érdekes módon, ugye hát a Samsung mobilok nagy részén Google operációs rendszer fut, egy részén természetesen Windows, illetve hát majd most az új Windows esetében majd valószínűleg több eszközön fog futni, és ugye már erről beszéltem a múlt héten is, hogy a Samsungnak ugye van a saját operációs rendszer, a BADA, ami hát kicsit elavultnak számít, de hasonlít kicsit az Androidhoz, és most, hogy az Intel-lelők összeállnak, és próbálkoznak Intel, tehát X86-os alapú processzorokkal is, mint táblagépek, mint pedig az okostelefonok piacán betörni, így gyakorlatilag egy közös operációs rendszert is létrehoztak 10 néven. Ugye, ez a neve, hogy 10 gyakorlatilag, tehát nem 11, 12 meg ilyenek, csak 10 ez a neve, és hát nagyon kísértetesen hasonlít ez is az Androidra, de mégsem Android, és hát valamilyen szinten így függetlenné akar válni a Samsung a Google-től,
és hát ez sem feltétlenül tetszik, hát egyik félnek sem. Tehát a Google-nek azért nem tetszik, mert ugye a legtöbb telefont a világon a Samsung adja el, tehát ha nem Android fog rajtuk futni, akkor ugye ők hátrányba kerülnek. A Samsungnek meg pont ugyanezért tetszik a saját ötlet, hogy tud függetlenedni kicsit az Androidtól. Hát meglátjuk. Én úgy gondolom, hogy itt sok meglepetést fog ez az év még tartogatni, akár ezen a szinten, akár más szinten, hát kíváncsian várjuk az eseményeket. Mi mindenképpen be fogunk róla számolni. Oké, aztán csak, hogy ugye a Google-nek is legyen ugyanerre egy visszavágója, hogy úgy mondjam. Van egy hírünk ismételten ezzel kapcsolatban. Tényleg jön egy szupermobil a Google-től, úgyhogy mindenki félhet, teszik fel a kérdést, tehát hogy kinek lesz ez valójában konkurencia. Az iPhone helyett igazából a Samsung Galaxy mobiloknak jelent konkurenciát a Google saját gyártásban készülő X-Phone márkanévre hallgató szupermobilja. Ugye, hát ez még egy tervezet, tehát még nincs kész, prototípusok vannak, mindjárt képet is tudunk mutatni róla. Miközben a Samsung kifulladni látszó BADA operációs rendszere után a 10 mobilok idei kiadásával ismét megpróbál egy kicsit távolabb lépni a Google-től, az Android mögött álló cég sem tétlen. Nem véletlen vásárolták fel tavaly a Motorola-t, amelynek irodáiban a mérnökök már javában készítik a pletykák szerint X-Phone néven szereplő, a tervek szerint tényleg minden tudó szupermobilt. Itt látunk az X-Phone, bocsánat, belenagyítok, mert ne legyen itt reklám, pláne Krisztián, hogy ne nagyon. Igen, hát ezek még prototípus, tehát sem egy termékjelzés nincs rajta, se semmi. Igazából hát egy egyszerű letisztult közepes telefonnak látszik, hogy mit fog tudni, azokról lehet, hogy itt egy kis információt tudunk olvasni. Hát nem, sajnos ez még egyelőre nem derült ki. Az Unwire View szerzője, Brian S. Hall úgy látja, igazából nem az Apple-nek kell félni a Google telefonját, a ne röhögjél, nem úgy S. Hall, Krisztián, S. Hall. Oké? Tehát még, hogy tudom, hogy félreérthető, hogy egybe mondja az ember, de hát így mondják szegény emberkének a nevét. Ha ezt most nem emelem ki, akkor senki nem röhög rajta. Mindegy, csak a Krisztián röhögtet itt engem. Na, tehát, hogy az Apple-nek félnie kell a Google-t, nem az Apple-nek kell félnie a Google telefonjától, ami eddigi hardware paraméterekkel együtt készített Nexusoknál jóval inkább Google-ösebb lesz, hiszen házon belül csinálják. Hol szerint a Google-nek az a célja, hogy az Apple egy kézben tartott megoldáshoz hasonló módon hozzon létre androidos fronton is egy olyan rendszert, ami hardware és szoftver ugye teljes harmóniában működik, jobban összecsiszolva, ugye, mind hardveresen, mind szoftveresen, mind a marketing szempontból. Jelenlegi helyzetben ugyanis nem csak a Samsung érdeke a több lábon állás, mivel a dél-koreai gyártó hatalmas előnyökkel vezeti ugye az Android piacot, a Google is ki van szolgáltatva ezért a Samsung döntéseinek, ezért próbálkozik mindkét fél biztosítást találni egy számára esetlegesen nem túl kedvező helyzet kialakulása esetén. Ugye, tehát szépen megférnek ők egymás mellett, de nagy is elmérgesedik valami miatt a helyzet, hát itt a licenszekről, szabadalmak beszélünk, ugye, tehát ezek, amik mostanában a háttérben zajlanak, és beindult gyakorlatilag a gépezet ezzel kapcsolatban a mobil piacon. Tehát érdekes módon, ugye 2006-2007 óta, mióta úgy gyakorlatilag az iPhone megjelent, és az okostelefonok elkezdték virágkorukat élni, nem nagyon beszélgettünk, nem nagyon hallottunk ilyen szabadalmi perekről, meg ilyesmiről. Licenszelésről sem annyira, mert ugye az Android, mint szabadon terjeszthető, vagy szabad operációs rendszer, ugye felhasználható, természetesen a nagy cégek azért licenszt fizetnek a Google-nek ezért, tehát ezekről se nagyon volt szó, most meg ezek kerülnek előtérben, tehát ugye akkora a piac már, majdnem 900 millió eladott okostelefonról beszélünk már, tehát ami nagyon durva, tehát ez azt jelenti, hogy minden hatodik embernek a világon okostelefonja van, legalábbis ugye a jelek szerint, és ezeknek jó részén Android operációs rendszer fut, és ezek éves adatok, tehát ugye itt a régi telefonokról nem is beszélünk, hiszen 1 milliárd fölött van csak az Android felhasználók száma, tehát akik androidos operációs rendszert használnak, tehát ennél jóval több okostelefon van valójában a világon, tehát eddig nem ez volt a lényeg, most már, hogy bemaximalizálták gyakorlatilag, tehát nem lehet nagyon hova fejlődni, tehát tényleg maximum újdonságokkal lehet előrukkolni, így hát miből szerezzenek nyereséget továbbiakban a cégek, hanem a szabadalmi perekből. Ugye? Úgyhogy kíváncsian várjuk az ezzel kapcsolatos eseményeket, remélem, hogy ti is, mondom, mi be fogunk számolni erről, úgyhogy erről első körben ennyit. Lesz szó az iPhone
új iPhone-ról is majd, de egy kicsit később, most én ránézek a Facebookra, hogy milyen hozzászólások érkeznek, akár ezzel, akár más dologgal kapcsolatban, nyugodtan tessék írni, és ha bárkinek bármilyen hozzáfűzni valója van, vagy kérdezni szeretne, akkor nyugodtan meg lehet tenni az elérhetőségeink. Bármelyikén, na, szeretnék kattintani, jó, csak ugye a Facebook sincs a helyzet magaslatán, ugye mostanában megint csak, úgyhogy egy kicsit lassúcska itt a gépem emiatt. Kezdjük Andrással, Katona Andris van itt velünk. Szia Vendi, egy kérdéssel fordulok hozzád ismét. Haverom vett egy laptopot újonnan. Windows 8 van rajta, de Windows 7-et szeretne rá. Viszont ami érdekes számomra az az, hogy nem bootol lemezről. A BIOS-ban megnéztük, és nincs olyan beállítás benne, hogy lemezről bootoljon. Elvittem a jó barátomhoz, aki elvileg elég nagy guru, de ő is csak nézett ki a fejéből, nem látott még ilyet, pedig napi szinten gépekkel foglalkozik. Van valami megoldás? Előre is köszi. A műsor szokás szerint szuper. Nagyon szépen köszönöm, András. Hát figyelj, én még olyan számítógépről nem hallottam, ahol ne lehetne a boot order, vagy tehát a boot eszközök közül választani. Tehát biztos van erre van megoldás. Nem biztos, hogy a BIOS-ban, lehet, hogy a BIOS-ból kihagyták, de valahol ott, amikor bootol a gép, ott lehet, nézzétek ott meg, hogy valami billentyű kombináció, vagy F8-al, vagy valamivel nem lehet előugrasztani egy ilyen boot menüt, mert szerintem lehetne. Biztos vagyok benne, hogy valahogy ezt meg lehet oldani, vagy valami más néven található a BIOS-ban. Nem tudom, hogy végignéztetek-e minden opciót, de én bevallom őszintén nem hallottam még ilyenről, hogy ne lehetne választani bootoló eszközt, mert hát gondoljuk el, azért lehetne USB-ről, mit tudom én, külső drive-ról, vagy nem tudom, hogy ez van-e beépített optikai meghajtója, de ha igen, akkor ugye hát miért ne lehetne arról bootolni, hogyha az ember azt szeretne. Hát itt nem lehet valóban fölinstalálni rá semmit, bár ugye alapvetően az operációs rendszer az új gépekre már úgy adják, hogy fel van telepítve gyakorlatilag, tehát egy rejtett partíción ott van a telepítő, tehát elvileg, ha csak az operációs rendszert kellene újra húzni, akkor ez megoldható lenne, de azért biztos, hogy kell rá lenni valamilyen megoldásnak, hogy külső eszközről is lehessen oprendszert bootolni. Egyébként pedig, csak így a saját véleményemet így megérzni, ha már Windows 8-al vette ezt a gépet, akkor most ne akarja már visszállni Windows 7-re. Tehát szerintem azért az már akkor mégis egy újabb, gyakorlatilag annak egy továbbfejlesztett változata, tehát semmivel sem rosszabb, semmiképpen sem a Windows 8, mint a Windows 7, legfeljebb egy picit szokatlan, de ugye már erről is beszélgettünk, van erre megoldás, hogyha valakinek a start menü hiányzik, hogy akkor ott milyen módon lehet azt visszavarázsolni. Tehát szerintem felesleges Windows 7-et rakni rá, ha egyszer alapból legális Windows 8-al kaptad, most azért venni egy Windows 7-et, vagy ne adj Isten, nem legális formából föltenni, most miért? Hát ha egyszer azzal kaptad, szerintem az megvan hozzá akkor mindenféle támogatás, driveresen sem szabad problémának lenni, tehát én azt gondolom, hogy nem kéne oda Windows 7-et rakni, de mondom, ez csak a saját véleményem, persze azt csináltok a géppel, amit akartok, de visszatérve a kérdésre, jobban nézzétek, meg kell ott lenni valamilyen boot menünek, biztos, hogy van. Oké? Okay. Jó. Enikővel folytatjuk. Sziasztok, tudtok erről valamit? SMS-ben küldtek a tesómnak az apple.hu.ip3.cc meg egy kódot, hogy nyert egy ajándékot. Ez egy nagy átverés szerintem. Hát Enikő, valahonnan küldték azt a az SMS-t, próbáld meg megnézni a forrását, ha csak nem, mert ugye most már SMS-be is lehet ilyen feladóként, nem telefonszámot, hanem valami, hogyha valamilyen SMS központon keresztül jön, akkor meg lehet ott adni nevet is, és akkor valóban nem lehet visszahívni az illetőt, de ha telefonszámról küldték, akkor javaslom, hogy hívd fel azt a telefonszámot, és kérdezd meg, ha csak nem egy külföldi szám, mert vigyázzunk az ilyenekkel, mert valóban lehet, hogy valami külföldi MLD-as, amin engedélyezve a nemzetközi MLD-as is, és akkor lehet, hogy bődületesen nagy számlát fogsz kapni, hogyha azt te felhívod, tehát tényleg ezekre tessék vigyázni. Itt az a kérdés, hogy a tesód játszott-e valamilyen ilyen játékkal, akár a neten, akár itt-ott-amott, mert ha igen, akkor még az is lehet, hogy tényleg nyert. Tehát nehogy itt az legyen, hogy nyert és nem veszi át, mert azt hiszi, hogy valami kód, tehát ennek utána kéne járni igazából, mert nem nagyon jellemző az, hogy SMS-be értesítgetnek egyébként. Az, hogy mindenféle pop-up ablakok kijönnek és kírják, hogy igen, te nyertél, közben nem is, na igen, az kamu. De ha kattintasz ide, meg oda, meg amoda, akkor ma nyerhetsz, meg lájkolod ezt, ugye ilyenek vannak. Hát ezekkel tessék vigyázni, mert ezeknek nagy része valóban kamu.
De SMS-ben, ha küldenek ilyen információkat, én nem tudom, hogy ez mi, de ennyit küldtek, tehát semmi már, csak egy kódot, mert akkor azt lehet, hogy ezt a kódot valahol be kell írni, és lehet, hogy tényleg nyer. Tehát ezt én nem tudom megmondani, én hál' Istennek ilyeneket nem kapok, meg nem is nagyon játszok az ilyesmivel, tehát ilyen játékokkal, de lehet, hogy tényleg átverés, tehát ezzel okosan. Természetesen, ha bárki találkozott hasonlóval, és nehogy Isten megjárta, akkor segítsünk Enikőnek, hogy ez most kamu vagy nem kamu, mert ha meg nem kamu, akkor lehet, hogy nyert valami tök jó ajándékot, és akkor nehogy azért ne kapja meg, mert fél attól, hogy ez esetleg kamu lenne. Jó, Tibor írja nekünk, ha a tyúk levédetni a tojást, akkor a vadgalamb az vadgalamb lepetézne. Hát gyakorlatilag igen, tehát ez majdnem olyan, ez a szabadalmi kérdés, de hát a jogi dolgokban mindig vannak olyan részek, egyébként pláne ezekben a szabadalmi dolgokban, amin úgy ugye nem fogunk tudni eligazodni, tehát bíróság lény a talpán, aki az ilyen szabadalmi perekben egyébként igazságot tesz. Az, hogy sikerült ugye itt az Apple-Samsung esetén a nyár folyamán egy ilyen szép, hatalmas kártérítési pert a nyakába verni a Samsungnak, az is inkább precedens értékű volt szerintem, mint sem, hogy logikus, de ezt hagyjuk meg a bíráknak, ez legyen az ő dolguk, mi csak beszámolunk róla, meg mosolygunk rajta, hogy ilyenek vannak, ugye? És milliárd dollárokról beszélünk ráadásul, tehát még nem is forintról. Jó. Rodis táblagépet szeretne ismételten venni, és linkelt itt nekem egyet, hogy mi a véleményem róla. Kínai táblagépről beszélünk. Nincs ez a feltétlenül baj, hanem itt az a beszerzésének a forrása, ami problémás lehet, meg ugye hardveresen tessék megnézni, hogy mit tud a gép igazából. Hát most itt meg tudjuk nézni, hogyha ide linkelted nekem. 4.1-es Android fut rajta, 7 colos. Ugye a 7 colosról én már elmondtam a véleményem, szerintem a 7 colos táblagépek azok nem táblagépek. Vagy legalábbis nekem az nagyon a belépő kategória, mert picike. Tehát a táblagép az szerintem a 8-9 colnál kezdődik, vagy annál nagyobb. Én úgy gondolom. Tehát azzal már kényelmesen lehet dolgozni. Annál kisebb, tehát az ilyen 5-6-7 szolos kütyük, nevezzük így őket, szerintem az még kényelmetlen, nem? Vagy nem tudom, ti hogy vagytok vele. Oké, táblagép kategória, de szerintem, ha már az ember táblagépet vesz, legyen nagyobbat. Én ezt gondolom. Persze nem kell velem egyetérteni. Na a többi paramétere alapján IPS HD képernyője van, ez tök jó, csak valami felbontás, vagy valami, van itt róla egyéb info, mert a blabladumák jók. 4 magos, 1,5 GHz-es processzora van, GPU gyorsítása, 1280x800-as felbontása van, külső 3G támogatás van, flash támogatás van, tartós használat esetén 6 órás akkumulátor kapacitással bír, 16 giga háttértár, 1 giga memória, hát a fényképező az kuka, tehát 2 megapixeles a nagy, tehát a hátsó fényképező, és 0,3 megapixel az első, hát az felejtő, az nagyon kevéske. 7 incses, ugye az szintén nem a kedvenceim közé tartozik, mini HDMI, USB, ilyenek vannak rajta, a videó támogatásban gyakorlatilag mindent visz, és az előbb mondtam, hogy 6 órás a készenléti ide. Hát figyelj, ez egy átlagos, közepes kategóriájú gép, a processzor az egész erősnek tűnik, de kérdés, hogy igazából ez elég-e. Mert ugye szerintem itt egyéb más dolog, tehát például a kamerája az használhatatlan, bár kérdés, hogy mire akarja az ember használni a táblagépen a kamerát, mert azt még inkább nem arra használja az ember, hogy fényképezzen vele, mert egy ilyen géppel, most azzal megyünk fényképezni, az még szánalmasabb szerintem, mint ha valaki a mobiljával fényképez, legalább annyira, de az akkor már inkább. Hát maximum ilyen videótelefonálásra, arra meg végül is elég szerintem ez a kamera. Nem tudok nagyon belekötni, nem látok árat, mondjuk nem is mondanám be. Látok árat? Lehet, hogy csak elkerült a figyelmemet. Nem látok. Na mindegy, szóval nem tudok róla véleményt mondani. Az a baj ezzel, hogy meg kéne nézni, hogy mit tud. Tehát úgy kézbe kéne fogni. Ugye? Tehát én azt szoktam javasolni, amikor az ember valamit vesz, hogy ne netről rendelgessünk, csak olyan dolgokat rendeljünk netről, amiről tudjuk, hogy tehát nem kell felpróbálni, nem kell kipróbálgatni, stb. Tehát ilyen ruhát, ilyesmit például nem nagyon célszerű netről rendelni, és szerintem táblagépet meg telefont sem, mert hogy nem tud, pláne ilyen ismeretlen. Az, hogy az ember egy ismert márkát, amit már abból használt, és egy olyat rendel, abból olyan nagy meglepetés
megfizetés nem érheti. De egy olyan, mint ez, tehát amiről itt írnak sok minden szépet jót, hát persze marketing, tehát a szart is el kell tudni adni, tehát persze, hogy szépnek és okosnak és jónak fogják mondani, de aztán ki tudja, hogy valójában, amikor a kezedbe fogod és használod, akkor mit produkál. Tehát én nem tudom, ezt én így nem venném. Egyébként itt az ára csak elkerült a figyelmemet. Hát... ilyen árban ekkora teljesítményű, ekkora nagyságú táblagépet lehet kapni már márkásabbat is, én azt gondolom. Tehát a non-name márka, mint ebben az esetben, én itt ezt nem nagyon javaslom. Oké, tehát ezt is mindig szoktam mondani, azért próbáljunk meg valamilyen már hallottuk márkát választani, ha nem is azt mondom, hogy valami csúcsszupert, de teljesen non-name-et, hát nem tudom. Én ettől félnék, tehát én biztos nem rendelnék ilyet. Mivel Magyarországon van ez a bót, amit itt linkeltél, hát hívd fel őket, kérdezd meg, esetleg van-e neki, ki tudod-e próbálni, menj el, próbáld ki, és ha akkor is úgy döntesz, hogy ez oké, akkor ámen, vedd meg, én így látatlanban nem venném meg, ez biztos. Oké? Ezt tudom mondani Rodinak. Aztán Norbi kérdezi, mivel lehet fogni a Dakar közvetítést? Hát azt én nem tudom. Bizonyos televíziók meg rádiók biztos beszámolnak összefoglaló szinten. Még majd lehet, hogy mi is befogunk a sportrovatba, mert hát sporttéma. Nem tudom. Közül kell nézni a neten, hogy van ennek egyáltalán valamiféle online közvetítés. Én kétlem, mivel itt ugye egy sivatagi versenyről van gyakorlatilag szó, de elég nehéz online közvetíteni, szerintem legalábbis képileg. Bár rádióban az egyik kereskedelmi rádiócsatornán van kint tudósító. Mondhatni, egy kém van kint, és ő tudósítgat. Az vicces, meg ilyenek, de hát az sem igazi közvetítés igazából. Tehát azért a sivatag kellős közepéről szerintem elég nehéz online közvetíteni. Vannak kint forgatócsoportok, és összefoglalók biztos szoktak menni bizonyos sporttal foglalkozó műsorokban, vagy televíziókban, de így kimondottan online elérhetőséget én nem nagyon tudok így ehhez mondani. Természetesen, ha bárki tud, akkor Norbinak segítsünk. Aztán Danival folytatjuk. Szia, Vendi, másnaposságból kikupálódtam a hétvégén. Bravo, haver. Van egy pály nélkül PC TV tunerem, cirka 5 éves, talán valamivel több. Gondolom, a gondom az, hogy 64 bites Windows 7-re még telepíteni sem tudom a drivert. Azt írja, hogy kompatibilitási gond van. Szeretném a gyártó oldalán is. Nem tudok ma olvasni, nézzétek el nekem. Néztem a gyártó oldalán is legfrissebb drivert, de nincs. Létezik olyan, hogy egy bizonyos idő után nincs terméktámogatás? Persze. Amúgy XP-n tökéletesen fut, 7 alatt most először akartam használni, hiába. Igen, sajnos ugye a Windows 7-nek is volt egy olyan hátránya, pont a multimédiás kártyákkal és webkamerákkal, hogy ugye itt a DirectX teljesen újra lett benne gondolva és újra lett írva, hogy úgy mondjam, tehát az egész multimédia kezelése teljesen más a Windows 7-nek. Ezért van az, hogy az ilyen régebbi, még nem Windows 7 kompatibilis, hát mert ugye nem volt Windows 7 akkor, amikor azt az eszközt csinálták. Ilyen eszközöket nem, vagy csak nagyon nehezen lehet életre kelteni. Ugye a Pinnacle TV tuner kártyáknak az a sajátossága, hogy Book3 chipsetet használnak, vagy Conexant, ezt a kettőt, és ezeknek van úgynevezett általános driverük, amivel lehet, hogy föl lehet erőszakolni ezekre a, tehát Windows 7-es rendszerre is, ezeket kéne esetleg megnézni. Jó? Tehát a BTB Cap, mint Capture Driver, ilyesmire kéne rákeresned, ezek általános driverek, elvileg föl kell ismernie, és Windows 7 alatt is. A Pinnacle az pont egy olyan típus egyébként, illetve egy olyan gyártó, aki ugye szabadon elérhetővé tette forrásból a drivereit, tehát igazából biztos, hogy van Windows 7-re rá megoldás. Úgyhogy alapból, ha nem is megy, szerintem felerőszakolható rá. Hát ezt most én nem mondom végig ennek a menetét, az biztos, hogy BTB, tehát Book3 chipsetes ilyen unofficial általános drivert kéne keresned, így keressél a Google-be, szerintem találni fogsz. BTVCAP vagy btcap.sourceforge.net talán ezen az oldalon, ha jól emlékszem, mert nekem is volt régen ilyen kártyám, és én is játszottam ilyennel, bár mondjuk tény, hogy nem Windows 7 alatt, de szerintem ott ha ezt fejlesztik még, akkor ott fogsz tudni hozzá találni drivert, amivel fel tudod tenni Windows 7 alá is. Hát az, hogy mennyire fog jól működni, ez egy másik kérdés. Megint csak azt tudom mondani, hogy akinek hasonló kártyája van és próbálkozott, akkor segítsünk Daninak, én ezt tudtam hirtelenjében mondani. Aztán ismételten egy Andrásunk van.
Nemes Andris, szia Vendi, összekötöttem a routert a számítógéppel, és jelzi a gép, hogy kapcsolódtam a nethez, de mégsem tudok hozzáférni. Magyarul nincs net, csak azt jelzi, hogy kapcsolódott, de hozzáférés nincs. Az a baj, hogy nem tudom így konfigurálni, lehet azért nem is találja a Wi-Fi-m. Remélem érthető voltam. Köszönöm, ja, és még annyi, hogy asztali gépről beszélünk, és D-Link routerről, szép napot. Itt az a kérdés, hogy összekötötted a routert a számítógéppel, hogy ez most kábelen történt meg? Mert ha igen, és van net, tehát működik a net kapcsolat, és kiírja, hogy internet, akkor kell ott lenni netnek, ott valami más gond lesz. Tehát vagy a maga a router nincs felkapcsolva az internetre, de a Windows 7-ről beszélünk, akkor a Windows 7 egyébként alapból valahogyan pingeti az internetet, nem tudom máshogy mondani, és jelzi, ha van net, és azt is, ha nincs. Tehát ha a routerhez hozzá vagy kapcsolva, akkor szép és jó a hálózaton rajta vagy, viszont ha a router nincs a neten, vagy valami net probléma van, akkor ugye azt XP esetében nem jelezte, csak egyszerűen tényleg nem volt net. Windows 7 esetében viszont jelzi a Windows, hogy van internet kapcsolat, vagy csak úgynevezett korlátozott kapcsolat van. Ha jelzi, hogy van internet kapcsolat, akkor kell lennie netnek, ott maximum DNS vagy egyéb más problémák lehetnek, tehát névfeloldási problémák miatt nem működik maximum a net. Ha viszont korlátozottnak jelzi, akkor meg a router és te közted megvan a kapcsolat, valószínűleg, akkor a router nem kapcsolódik a netre rendesen. Hát ezt én így most fejből vagy látatlanban nem tudom, hogy hol lehet a probléma. A Wi-Fi az egy külön kérdés, ugye, tehát Wi-Fi-ről nem is nagyon érdemes konfigurálgatni egyébként a hálózatot, mert az nem nagyon stabil. Tehát ha routert akarunk konfigurálni, ezt mindenképp kábelről tegyük meg. Ugye a router IP címe alapján, ugyanabban a tartományban, amit kapsz, hogyha esetleg nem tudod, vagy nem alapbeállításokon használod, és nem tudod az IP tartományt, akkor abban az IP tartományban lesz valószínűleg, amit kioszt neked is, tehát abból az 1-es, vagy 254, vagy valami szokott lenni, bár egyébként beállítható másra is, tehát hogyha valaki esetleg ezt átkonfigurálta, akkor lehet, hogy kicsit nehézkes valóban. Amit érdemes, ha ilyen küszködés vagy reszeteled, tehát alapbeállítások, hogy a routeren is kell lenni egy reset gombnak, lenyomva kell tartani, azt hiszem 10 másodpercig újraindul, teljesen nulláról újra lehet konfigurálni, most próbáld meg mindent jól beállítani. Ha a kábel jó fizikailag, a hálókártyák is jók, és a router is jó, akkor szerintem össze kell jönni annak a kapcsolatnak. Ennyi. Láthatatlanul nem tudok erre többet szintén mondani. Aztán az Ubuntu Linux magyar szupportosok is írtak, hogy akinek Linuxos kérdése van, akkor nagyon szívesen állnak rendelkezésre. Ugye mi szoktuk érintőlegesen a Linuxot is, mint alternatív operációs rendszer, én szoktam itt mondogatni, hogy érdemes, meg még valamilyen szinten szupportálom is, tehát tudok segíteni, ha esetleg valaki elakad, legalábbis ugye valamennyire, amennyire egy látatlanba megy, de az Ubuntu-s srácok, akik egyébként egy külön oldalt is létrehoztak ehhez, és gyakorlatilag Linuxos támogatással foglalkoznak, ha valaki érintett a témában, akkor keresheti őket, és segítenek szívesen, jó? Ezt az oldalunkon is megosztották egyébként, úgyhogy azért is ajánlom én is mindenkinek a figyelmébe. Na és hogy mire vigyázzunk a Facebookon? Miket posztolgassunk? Nem tudom, hallottátok-e? Bezengte igazából a netet meg a sajtót ez a hír, de azért mi is foglalkozunk vele. Vigyázz, hogy mit posztolsz a Facebookra. Ha szeretnél elhajolni az este, hagyd otthon a sluszkulcsodat és a telefonod. Ezt javasolják itt a cikk írói. A 18 éves Jacob nem így tett, és a történet vége a rács mögött ért véget. Jacob szilveszterkor kocsijába szállt és mulatozni indult, tetemes mennyiségű alkohol elfogyasztása után autóval ment hazafelé, és egy álló kocsisornak koccant. Hősünk ezt annyira viccesnek találta, hogy beszámolt róla a Facebookon. Amit a posztban is látszik, ez nem maradt titokban. Valaki felhívta a rendőrség figyelmét a bejegyzésre, megvizsgálták a srác kocsiját, és megtalálták rajta a sérülés nyomait. Természetesen eljárás indult ellene. Ugye ti nem szeretnétek ilyen módon bekerülni a hírekbe. Teszi fel a kérdést a cikk írója. Hát igen, hát ezért erre vigyázzunk. Először is az egy más kérdés, hogy most valaki büszke arra, hogy összetört egy autót részegen, a sajátját meg esetleg ismeretlen emberkék autóját, és ezt még ki is posztolja a Facebookát, ez tényleg röhely. Az egy más kérdés, hogy ugye valaki felnyomta őt a neten, hogy ez most ismerős volt, vagy nem ismerős volt.
ez megint csak egy olyan kérdés. Ha ismerős volt, akkor mondjuk ez sem egy szép dolog, hogy egy úgymond bajba jutott barátunkat, vagy valakit, hogy úgy mondjam, felnyomunk a rendőrségen, azért az kicsit gázos szituáció, de hát ez legyen az ő gondjuk, de hát ne nagyon kérkedjünk ilyennel, mert könnyen ugyanúgy járhatunk. Úgyhogy nem tudom, mindenkinek legyen meg a véleménye róla, nekem is megvan. Először is ne üljünk részegen kocsiba, ha meg már ezt a hibát elkövettük, és nehogy Isten probléma is van, akkor legalább ezzel ne kérkedjünk a Facebookon, ebből ez a tanulság szerintem. Okay. De milyen problémák, komolyan mondom. Kis Tomi posztolt egyébként ki ezt a cikket nekünk, de szerintem ez bejárta már a világ sajtót, úgyhogy nem egy újdonság, de azért köszönjük szépen néked, Tamás. Na, megyünk tovább. Mondok nektek iPhone-nal kapcsolatos hírt, mert ugye itt már beharangoztam, és gyakorlatilag volt is már róla szó korábban. Na, hagyd találjam már meg, igen. Szóval, nem is igazából az iPhone következő generációjáról van szó, hanem ugye az iPad mini után úgy néz ki, hogy az Apple gondolkodik egy olcsóbb iPhone-os megoldáson is, amiben megjelenhet az alsóbb kategóriás készülékek piacát megcélozva, ahogy ezt ugye az iPad-del is tette. Van, aki úgy gondolja, hogy néhány hónapon belül jöhet is az iPhone mini. A becslések szerint a Samsung 33%-os részesedéssel uralja majd a okostelefonok globális piacát 2013-ban, míg az Apple piaci részesedése 21%-ot tesz majd ki az értékesítések volumenéből. Egy lap által idézett elemző szerint nem kizárt, hogy az Apple megcélozza az alsóbb kategóriás készülékek piacát, ahogy ezt a táblagépek terén is tette, és piacra dobta egy olcsóbb változatában ugye az iPad-et, hát ugyanezt szánja az iPhone-nal is, iPhone mini néven, hogy piaci részesedését növelje. Nagy a tét, hiszen az okos telefonok piaca az idén is komoly növekedést mutathat. A prognózisok szerint 2012-ben több mint 40%-kal növekedtek az eladások, idén pedig 27%-kal több okostelefont értékesítettek a világban. Ezek az eladások elérhetik a 875 millió darabot is. Ugye én is valami 900-ra satszoltam, de ha hasra ütött volt, akkor ezek szerint egész jó vagyok. Egy 25 milliót tévedtem, de hát végül is az ekkora számnál már szerintem nem olyan sok. Na, úgyhogy hát mi meglátjuk, mert ezek egyelőre megint csak találgatások, de lehet benne reláció, nem? Tehát, hogy az iPad mini után miért ne lehetne egy iPhone mini, és valahol egyébként ez egy logikus lépés is lenne, én úgy gondolom, mert mindig azzal vádoljuk az Apple-t, hogy drága. És ha belegondolunk, valóban, de hát felső meg prémium kategóriás készülékeket gyárt, illetve árusít, hát persze, hogy drága, viszont ha csinál egy olcsóbb változatot, tehát egy kisebb, egy butitottabb, egy középkategóriás változatot, az valószínűleg azért nem lesz ennyire drága, bár kiindulva az iPad miniből, azért ahhoz képest, hogy mini és jóval butitottabb ugye az iPadnél, a sima iPadnél azért nem olyan sokkal olcsóbb tőle. Olcsó persze, de azért annyival nem. Na most kíváncsiak, várjuk, hogy mondjuk az új iPhone mini változat az mennyire, vagy milyen árba fog egyáltalán. Hát az egy más kérdés, hogy itt Magyarországon egyáltalán mennyibe fog kerülni, mert az lehet, hogy az Egyesült Államokban olcsóbb, ott minden. Ugye, hát ott vezeti gyakorlatilag az okostelefon eladási statisztikát az iPhone. Itt Európában, meg főleg itt Magyarországon annyira nem, mert felső prémium kategóriás eszközök közé tartoznak mind a táblagép, tehát mind az iPad, mind az iPhone, tehát annyira azért nem az átlag embernek való, illetve nem az átlag ember pénztárcájának való eszközökről beszélünk, így akkora érdeklődés van rá, csak akkora eladások azért nincsenek, mint mondjuk ez nyugatabbra tőlünk. Hát ha olcsóbb kategóriás is kijönne belőle, akkor elképzelhető, hogy lenne azért nagyobb érdeklődés, bár ez egy más kérdés, hogy az Apple egyáltalán meg akarja ezt lépni. Ugye? Tehát ő valamilyen szinten mindig is a felsőbb kategóriát célozta. Lehet, hogy rájött, hogy azért ugye itt a versenytársak pont emiatt már ugye elmentek mellette, és be kell lépni egy kicsit a közép kategória, vagy alsóbb kategóriás szintekre is, hát majd meglátjuk. Eddig ez nem volt tőle annyira jellemző, de itt az iPad minivel ez egy picit változott, hát majd meglátjuk, hogy ez valójában a telefonok, tehát az iPhone kategóriájában is be fog-e jönni, illetve hogy egyáltalán tényleg terveznek-e ilyesmit, mert ezek egyelőre csak találgatások. És ha már iPad-nél tartottunk, úgy látszik megint ilyen hírek vannak főleg, tehát okostelefonnal, illetve táblagéppel kapcsolatosak.
Hát kétkedve fogadtam a hírt, és igazából maga a cikk írója is kétkedve fogadta, de azért érdekes a történet. Kínos iPad lopás a Microsoftnál. Vajon mi ebből az igaz? Egyelőre nem tudni, hogy valóságon alapszik az a történet, ami egyre több tech oldalon jelenik meg. Állítólag iPad-eket loptak a Microsoft kampuszáról, a drága Microsoft berendezésekhez pedig hozzá sem nyúltak a tolvajok. Körülbelül két napja terjed egy meglepő történet, elsősorban a tech témákkal foglalkozó weboldalakon. A Daily Post egy cikkére hivatkoznak, arról ír jó pár oldalon keresztül ez az újság, és közöttük egyébként nagyon sok tech lap is, hogy valamikor a két ünnep között, tehát december 19 és 26 között tolvajok jártak a Microsoft Mountain View kampuszán, ahonnan 5 iPad-et vittek el, a drága Microsoft berendezésekhez pedig állítólag hozzá sem nyúltak. Állítólag 2 iPad 2-re, 2 iPad 3-ra és 1 iPad 4-re vetettek szemet a tolvajok. Az okozott kár körülbelül $3,800, tehát annyira nem vészes, de ugye hát milyen érdekes, hogy a Microsoft főhadiszállásán vagy kampuszán gyakorlatilag iPad-ek vannak, miközben ők a Surface, tehát van saját gépük is, meg fejlesztenek is saját gépet, mégis iPad-et, gondolom tesztelgetik azért itt a dolgokat, tehát ezek valószínűleg tesztjelleggel voltak ott. A történet mód felett kellemetlen lehetne akár, ugye, a Microsoft számára, már ha igaz, amiről írnak. Elég furcsa ugyanis, hogy az illusztrációként és hivatkozásként egy beszkennelt újságoldal szerepel 2013-ban, és bár a cikket jegyző újságírónő és a megszólaltatott rendőr személye is valós, a Daily Post online archívumában nem találni ezt az újságot. De tehát innentől kezdve lehet gyanús a történet, hogy egy újság, egy ekkora újságnak az archívumában nincs benne maga ez az újság, illetve ez a cikk érdekes módon, de itt egy és tényleg egy beszkennelt, hát elég cafatos ráadásul cafatokban beszkennelt újsággal próbálnak hírt kelteni 2013-ban, ez szerintem tényleg nevetséges, már azért is, mert a legtöbb újságnak ugye hát minimum van online változata, vagy az archívumban azért illik meglenni ezeknek a cikkeknek, és ez még nincs meg, és már elég rég történt ahhoz, hogy az archívumban már bekerüljön, tehát ugye egy több héttel az eset után vagyunk azért már. Feltehetően hamarosan kiderül, hogy valóban igaz-e ez a különös tolvaj sztori, vagy csak sikerült valakinek megint megviccelnie ugye a világot. Ami szintén benne van a pakliban, mert rengeteg kamu hír van egyébként, úgyhogy ezért is kell mindig kicsit kétkedve hozzáállni ezeket a dolgokhoz. A fantázia beindulhat, sok embernek a fantáziát be is indítja, például itt is a kérdés az rögtön felismerő bennem is, hogy mit keres a Microsoft kampuszán iPad. Ráadásul mindegyik verzióból. Mondom, lehet rá magyarázat, mert miért ne? Hát tesztelgetik, mit tudom én, de végül is mit tesztelgetnek rajta? Tehát nem valószínű, hogy felrakják rá a Windows RT-t, mert hogy valószínűleg ez nem megy. Hát itt valamiféle fejlesztés, tehát valószínűleg valamilyen webes, vagy egyéb más, pont a felhőszolgáltatást, ilyesmit, lehet, hogy pont a SkyDrive-ot tesztelik, hogy ugye iOS-es környezetben mi hogy működik. Tehát igazából persze akár lehetséges is lenne a dolog, és hát ugye a hírverést meg lehet, hogy egy ilyennel tudták megoldani, hogy pont azokat lopták el, és a Microsoft gépekhez hozzá sem nyúltak. Tehát ez egy kicsit furja azért. Jó, nézzük mi az, amiről még itt érdemes beszámolni. Na, ugye zajlik a CES kiállítás Las Vegasban, ugye ezt minden évben megrendezik, itt mutatják be gyakorlatilag a legnagyobb high-tech, illetve tech gyártók a legfrissebb termékeiket, illetve a jövő termékeit, hogy úgy mondjam, mert ezek általában olyan termékek, amik még nem is most 2013-ban, hanem inkább 2014-ben fognak majd megjelenni. Nos, kérem szépen, erről egy kis beszámolót nyomassunk akkor nektek. Alig, ha nem a világ leggyorsabb mobiljait hamarosan kiszolgáló világ leggyorsabb mobilos processzorát mutatta be az Nvidia Las Vegasban, ahol magyar idő szerint ma délután nyitják meg ugye a kapukat, elsőként az újságírók előtt. A CES a világ legnagyobb szórakoztató elektronikai vására, tehát kiállítás és vásár egyben. A korábban Wayne márkanév alatt futó Nvidia Tegra 4-ben 4 darab ARM Cortex A15-ös mag van, ezek teljesítménye mellé jön még egy másik energiatakarékosság miatt bevezetett plusz mag, tehát igazából 5 magos processzorról beszélünk.
Ez már a Tegra 3 esetében is megvolt, de a gyártó mostanra elkészült egy újabb generációval. Mutathatunk róla egy képet is, mert egyébként ezek a csipek olyan jól néznek ki, én mindig szerelmes vagyok egyébként ezekbe a csipekbe. Köszönjük szépen. Szakmailag még a 4+1-nél is jobban hangzik a grafikai vezérlésért felelős, figyelem, 72 mag. Ezek belepakolásának köszönhetően a Tegra 4 hatszor gyorsabb a 3-as verziónál. Ez a játékok és animációk, ettől a játékok és az animációk szebbek lesznek, folyamatosabb lesz a megjelenés, és alkalmassá teszi majd a Tegra 4-es mobil eszközöket, hogy akár 4K-s tartalmakat is le lehessen játszani rajtuk. Erre első körben csak is az Nvidia technológiáját használó mobilok és táblagépek lesznek majd képesek. A Tegra 3-as eszközzel szemben felfokozott egyik leggyakoribb kritika az akkumulátor gyors lemerülése volt, illetve a túlmelegedés. Az Nvidia ígérete szerint a Tegra 4-es modelleknél ez rajtuk már nem fog múlni. Hogy ezek az eszközök mikor jönnek ki, arra még egyelőre nem lehet tudni. Valószínűleg egyébként 2013 vége, 2014 eleje ez a megjelenés, tehát általában egy évben múlva szokták ezeket az eszközöket bemutatni. Hát igen, fejlődünk, tehát ez egy 72 magos GPU, az gyönyörű, nem? Ugye itt ez ilyenkor meg lehet egy kicsit hökkenni, de ugyanúgy, ahogy a memóriák esetében, ugye a DDR5, meg most már DDR6-os fejlesztés is van videókártyák esetében, úgy ne felejtsük, hogy a grafikai processzoroknál kicsit másról beszélünk, mint egy központi processzornál, tehát ott a magok száma alapból magasabb, mert hogyha a különböző grafikai számításokra kell csak használni gyakorlatilag ezt a processzort, vagy co-processzort, úgyhogy innentől kezdve ott akár a 72 mag sem meglepő, mint ugye itt ebben az esetben. De azért most már a mobil procik is mint úgy, tehát ami nem csak a grafikáért felelős, már ott is már 4 magnál tartunk simán, illetve van már egyébként fejlesztésben erősebb is, de a világon a legerősebb processzor az jelenleg ez, illetve hát majd lesz, mert még ez nincs, tehát Tegra 3 még egyelőre, ami van, az 3+1 maggal rendelkezik, illetve az a plusz 1 grafikai mag, ha jól emlékszem, az 32 magos és nem 72, de gyakorlatilag itt most meg gyakorlatilag 72, tehát duplájára növelik, valamivel több, mint duplájára növelik a teljesítményét. Hát érdekes. Tényleg közeledünk ahhoz, tehát játékok, meg 4K-s videók táblagépeken, tehát ez még egy kicsit megint csak furi, mert most ekkora gépen 4K-s tartalmat, nézd meg, a HD is olyan, tehát most egy ekkora felbontás, vagy egy ekkora kijelzőn, tehát persze, hogy szép minőségű lesz, itt nem ez a lényeg, mert nem ezen nézi általában az ember, az csak egy opció, hanem ugye ez mint központi egység, akár vezeték nélküli módon, akár HDMI-n, akár valahogy, viszont már egy projektorra, vagy egy megfelelő tévére, kimeneti eszközre rákötve, azért ott már van értelme, ha csak lejátszóként funkcionál. Ugye magán a táblagépen, vagy akár egy okostelefonon nincs értelme 4K-s, meg akár HD videókról is beszélni. A HD-ről már inkább, mert ugye azért egy-két táblagépnek már, pláne a nagyobbaknak, ha van akkor a felbontása és van HD-s támogatása, akkor az már oké, de mint központi egység, tehát mint lejátszó, rákötve valamilyen eszközre, tehát egy tévére, egy projektorra, egy bármire, ott már lehet értelme ennek. Jól van. Na, nézzünk vissza a Facebookra gyorsan. Pap Zsolt van itt velünk. Szia Vendi, jó a műsor, köszönöm szépen. Az lenne a probléma, hogy a videókártyám telepített Katalyst centerében valamit elbarmoltam, és nem tudom visszaállítani. HDMI-n keresztül csatlakoztatom a gépet a TV-hez, monitorom nincs, és bepipáltam az ITC feldolgozás engedélyezését, azóta HDMI-n keresztül nincs jel. Amikor újraindítom a gépet, akkor van kép, de a bejelentkezési kép már nem jelenik meg. Ha rákötöm sima VGA kábelen, akkor van kép, de a Katalystban már nincs digitális síkképernyő érzékelve, és nem tudom, mi a teendő ilyenkor. Van-e valami ötletet? Köszönöm a segítséget. Igen, ahogy itt Béla is írja nekünk, illetve neked a posztodra, hogy hát újra kéne rakni a Katalyst driver-t, tehát ha nagyon elbarmoltad, hogy úgy mondjam, tehát nagyon elállítgattad, így annyi beállítási lehetőség van. Sajnos ezeknek nagy része a HDMI-re valóban nem igaz. A DVI-ja lenne bekötve, és nem HDMI-n, ugyanis sajnos nem egyenértékű a kettő egyébként.
kompatibilisek egymásra, de nem egyenértékűek, ezért bizonyos beállítások nem érvényesek a HDMI-re, vagy pont, hogy igen, de nem működnek rajta, valószínűleg valami ilyesmit állítgathattál el, tehát vagy valami nem szabványos felbontás, vagy rezgésszám van beállítva, és ezt a tévéd nem tudja esetleg megjeleníteni, ezért nem látod a képet, vagy mindent alapbeállításokra állíts vissza, ezt egyébként a Catalyst Driverben is meg lehet tenni, tehát van egy olyan, hogy factory reset, tehát a gyári beállítások. Ha sem segít, akkor meg tényleg újra kell rakni a katalisztot, és akkor megoldódik ez a probléma, elvileg. Oké, okay? Úgyhogy ezt tudod tenni. Hát ha van VGA kábeled is, és analóg módon is be tudod kötni, akkor igazából megoldod ezt, vagy meg tudod oldani. Hát ha tényleg csak HDMI-d lenne, akkor az egy kicsit neccesebb történet. Jó, ha jól látom, akkor Pál Csabi ír erről az SMS-es átverésről, tehát akkor ezek szerint ez lehet, hogy mégiscsak egy átverés, úgyhogy akkor viszont mindenki, aki ilyen jellegű SMS-t kap, az vigyázzon, mert van is erről egy cikkezés méghozzá egész autentikus formában, ugye az egyik magyar iPhone, illetve Apple, hát ilyen rajongó, unofficial rajongói oldalról, ahol azért eléggé lépésről lépésre leszoktak írni ilyesmiket, és azt írják, hogy napi átverés ingyen iPad SMS-ben, ezt ígérik. Ma délután többen is kaptak egy amerikai telefonszámról SMS-t, amiben állítólag kiválasztották őket az Apple ingyenes játékára. Úgy látszik, a cikkíró is kapott belőle, természetesen átverés. Tehát akkor üzenném Enikőnek, hogy semmiképp se hívja fel azt a számot, és felejtse is el, valószínűleg van olyan oldalon járt, regisztrált, kattintgatott a tesója, ahol, hát pláne, hogy meg is adta valószínűleg a telefonszámát, hogyha egyszer tudtak neki SMS-t küldeni. Ezekre vigyázzunk, jó? Mert ezek spamek, és nehogy az legyen, hogy itt majd jönnek, és nem tudod leállítani, mert ugye ezzel nem nagyon tudsz mit csinálni, ezért nem szabad ilyen helyekre regisztrálni magát az embernek, meg telefonszámot megadni pláne, nem? Úgyhogy az SMS egy plusz 1-619-337-46-85-ös amerikai számról érkezik, természetesen a kicsillagozott részben, ugye itt már mutatunk egy SMS-t nektek, hogy hogy néz ki ez, hogy ezt az üzenetet kapta ugye az Enikő tesója is. Tehát ez az az oldal, ami nem igazán kéne, hogy rákattintsatok, és ezt az SMS-t pedig felejtsétek el, mert kamu. Oké? Ennyi a lényeg, tehát ezt is megtudtuk. Sajnos, hát ilyen, ezt hívják kiberbűnözésnek, tehát a 21. századnak most már ez a része, és ha visszahívjátok ezt a számot, vagy rákattintotok erre a linkre, akkor meg valószínűleg vagy még több spam, vagy bekerültek egy adatbázisba, vagy valami bődületes nagy telefonszámlát fogtok kapni, mert valami MLD-os szám ez valószínűleg, és innentől kezdve megvan a probléma. Jó? Úgyhogy vigyázzatok mindenképpen az ilyen oldalakra, ahol ilyeneket ajánlatnak nektek. Felugrik egy ablak egyszer, csak hogy írd be a számodat, és nyerhetsz ezt, meg azt, meg amazt. Ezeknek ne tessék bedőlni, ezek reklámok, illetve tipikusan ilyen adathalász oldalak. Ne dőljünk be az ilyeneknek, jó? Köszönjük szépen Pál Csabinak, vagy Csaba Pálnak, nem tudom melyik a vezetékneved, keresztneved. Mert fontos, hogy ilyen információkat megosszunk veletek, úgyhogy neked köszönöm, hogy ezt ebben segítettél. Nos, megyünk tovább, ha van még kérdésünk, mert még van egy pár percünk a műsorból. Norm írja, ha van a kártyámon pénz, de wifin volt, akkor is pénzbe kerül a navigálás, vagy navigáció? Hát ha wifi vagy, akkor nem, mert ugye akkor az internet használat az nem kerül pénzbe. Abban az esetben kerül csak az internet használat pénzbe, ha mobilnetet használsz, ugye ott is attól függ, milyen tarifában vagy, mert ha olyan tarifában vagy, ahol vagy nem így számolják, vagy van belefoglalt keret, vagy ilyesmi, akkor igazából tudod bőven úgy használni az online navigációs eszközöket, mert ugye az a netről szedi a térképet, a GPS koordináták alapján, akár a Google térképet, akár valamelyik ilyen online térképet használod, akkor gyakorlatilag a GPS az semmi más nem csinál, csak lekéri a koordinátát, és azt a koordinátát az interneten keresztül elküldve visszaküldi neked az aktuális térkép részletet, és így tudsz gyakorlatilag navigálni. Ha ezt wifin teszed, akkor logikus módon nem a mobilnetet használod, hanem gyakorlatilag az otthoni vagy wifi-s internetet, ott az akkor nem kerül pénzbe, de ha mobilnetet használsz, akkor valamilyen szinten forgalmazol, a forgalom pedig pénzbe kerül. Ez ennyire.
egyszerű ez a dolog. Aztán Simon Zoli, ő így a végére még a kérdéssel. Szia Vendi, ha tudsz segíts, én már megőrülök, hogy nem jövök rá. Van egy régi CRT monitorom, amit ha bekapcsolok, nem kapcsol be. A zöld LED villog, de semmi képet nem ad. A monitor néha kattan, és ha kedve van, bekapcsol, első indításra általában működik, de vibráló 50 Hz-es képpel. Ha restartolok, vagy kikapcsolom a monitort, vagy felbontást váltok, akkor már nem éled vissza, ismét csak a LED villog. Tápkábel cseréltem, kontakthibás volt a másik, de még mindig ezt csinálja. Ha pedig végig kábelt húzom ki, akkor a monitor jelzi, hogy dugjam vissza. Nem értem, mi lehet a gond. Nyár óta csinálja ezt. Hát Zoli, sok minden. Tehát lehet monitornak fizikai hibája is, lehet a VGA kábel hibája is, tehát nem csak a tápkábel tud kontaktos lenni, akár a VGA kábel is csinálhatja ezt. Én a monitorra gyanakszom inkább, pláne a régiről beszélünk, és sajnos ezek pontosan ilyen hibák, hogy elmegy a kép, meg vibrál, meg színeződik, meg csíkozódik, így kezdődnek a CRT monitornak a hibái sajnos, úgyhogy gyanítom, hogy ez a gond. Nem tudom, megéri ezt még megcsináltatni. Tizen pár ezer forintokra kaphatsz LCD vagy LED-es monitort már, tehát én nem gondolom, hogy ezt érdemes lenne megcsináltatni, inkább gyűjtöges és vegyél szerintem egy normális monitort. Vagy ha van tévéd, akkor akár a tévét is használtad monitorként, ugye, hogyha lapos tévéd van már, esetleg mint ötlet, de sajnos, hát ez tipikus, igen, tehát ez ilyen hiba. A monitor úgymond standby módban, akkor csak villog a LED, tehát valamiért nem kapja meg a jelet. Most ez vagy azért van, a videókártyán nem küldi, de nem hinném, ugye, mert ha máskor megküldi, akkor meg ott van a kép, tehát szerintem ez a monitornak a hibája lesz, de hát ezt így látatlanban megint csak nem tudom neked megoldani. Egy biztos, a kábeleket ellenőrizd le, érdemes lenne egy másik monitorra, vagy mondom tévére rákötni, hogy ott mindig megvan-e a kép, tehát azért az is biztos, hogy ott legyen meg, mert ha ott sincs meg, tehát a tévén vagy egy másik monitoron sincs meg a kép csak időnként, akkor viszont a videókártyád rossz, tehát lehet, hogy nem a monitorod, tehát azért ezt itt azért több lehetősége van a hibáknak, ennek mindenképpen utána kell járni, oké? Ki kell próbálgatni. Jó, na hát ennyi igazából a mai műsorunk, ennyi fért bele. Látom, hogy maradt egy pár kérdés még nyitottan. Igyekezzünk egymástok is segíteni, meg holnap, ha marad időnk, akkor igyekszem ezekre a kérdésekre is válaszolni. Köszönöm a figyelmet, holnap is 5 órától restart, nézzetek akkor is. Sziasztok! Együttműködő partnerünk proserver.hu Fényképes ajándék tárgyak.hu Acer.